A folytatásban arról, hogy Budapesten hagyta az utasok nagy részének csomagjait a Ryanair egyik Gran Canaria-ra tartó járata még vasárnap. Az esetről beszámoló Blick szerint a pilóta nem tudta kivárni, hogy a földi kiszolgáló személyzet befusson a bőröndökkel. A lap szerint a fennakadást a reptér csomagszállító szalagjának meghibásodása okozta. A Budapest Airport szóvivője ezt cáfolta. Hosszú sorállás és várakozás után közel egy órás késéssel szállt fel vasárnap Budapestről a Ryanair egyik Kanári-szigetekre tartó járata, az utasok nagy részének csomagjai nélkül. A gépen utazó Szini Adrián azt mondja, csak Gran Canarián szembesültek azzal, hogy a podgyászaik Budapesten maradtak. De még akkor sem kaptunk semmilyen tájékoztatást, hogy most mi történik, és akkor úgy kellett megkérdezni, akkor jött egy hölgy, és akkor mondta, hogy igazából a csomagokat ne várjuk, mert Budapesten maradtak. Utána ugye folyamatosan jöttek a hírek, hogy lehet, hogy egy hét múlva kapjuk meg őket, vagy három nap múlva, tehát össze-vissza beszélt mindenki. Egy másik magyar utas az Index cikkéhez fűzött hozzászólásában arról ír, hogy a szerdára tervezett esküvőjéhez épp csak a bőröndje és a mennyasszonyi ruhája hiányzik Gran Canariáról. Az utasoknak a légitársaság azt ígérte, kedden vagy legkésőbb szerdán mindenki megkapja a csomagjait. A Blick beszámolója szerint az utasokat úgy tájékoztatták, hogy a problémát a Liszt Ferenc repülőtér csomagszállító szalagjának meghibásodása okozta, ezért nem kerültek fel a bőröndök időben a Ryanair gépére. A Budapest Airport nyilatkozni nem akar, de híradón kérdésére a reptér szóvivője határozottan cáfolta, hogy a reptér hibájából nem kerültek fel a csomagok a Ryanair gépére. Hardi Mihály híradónknak azt mondta, vasárnap semmiféle fennakadás nem volt a csomagszállító szalagokkal. Az utasoknak az égvilágon semmi közük ahhoz, hogy a podgyászok miért nem érkezik meg. A turizmus joggal is foglalkozó ügyvéd szerint az utasok szempontjából lényegtelen, hogy a légitársaság vagy a repülőtér hibájából maradtak le az útról a csomagjaik. Salamon András azt mondja, a pórulját utasoknak minden mindenképpen jár a kártérítés. Viszont az utasnak kell bizonyítania azt, hogy valóban kára keletkezett a podgyász késése miatt. Éppen ezért én mindenképpen azt tudom javasolni, hogy azok az utasok, akiknek nem érkezett meg a podgyászuk, azok mindenképpen gyűjtsenek össze olyan számlákat, amelyek amiatt keletkeztek, hogy vásárolniuk kellett ezt, azt, amazt. Salamon András azt mondja, mivel az utasok a Ryanair-rel kötöttek szerződést az útra, így mindenképp a légitársaságnak kell majd a benyújtott kárigényeket megfizetnie. Kerestük a Ryanair-t is az ügyben, de levelünkre adásunkig nem válaszoltak.